You're my mountain, you're my love in a fountain, you're a beach in Havana. Gondoltuk, hogy igazából főzni és a főzés alatt ismerkedni talán egy kulturáltabb dolog lehet, mint akár egy más helyen szórakozáján vagy interneten való ismerkedés. Gyűjtöttem a kis bátorságot, hogy egyszer csak így eljövök egy ilyenre, és aztán mégis beszerveztem a barátnőimet, és akkor együtt jöttünk el most erre a főző randira, mert ez a szimpatikusnak tűnt. Na, arra ügyelünk, hogy fele arányban fiús, fele arányban pedig hölgyek legyenek. A életkor az pedig ilyen 28-tól akár 40-ig is el szokott menni. Mit mondtak eddig a barátnőidek, hogy haladnak? Nem tudom, őszintén, mert elvesztettem őket, van egy órája, másfél nincsen kontaktusom velük, akár szerintem ők is jól érzik magukat. Mert akkor jöttek volna és mondták volna, hogy jaj, nem ezt vártok. Az ételek mindig mások, tehát minden hónap egyszer van egy ilyen ráskeresős főzés, és mindig más konyhát veszünk elő. Valami olasz. Láttál olyan lányt itt, aki elhozhatja neked a paradicsom? Tele van, menjetek, nézzetek be. Milyen a pasi felhozata? Mondjam, hogy szintén egy kicsit... Ne, hazudja. Jó. Nem vártam ennyire... Hazudok, ja, hogy hazudok. Nem mondom mindig azt, amit mondasz, hogy mondja. Jó. Csak jó? Fantasztikus. Kösz. Fantasztikus. Hazudás. Nyilvánvalóan egy éjszakai szórakozójelhen történő ismerkedéshez képest, ez százszor jobb. Lehet beszélgetni. Ilyen fét mindenki élt a ró, és ugye szabad. Igen. Leellenőriztél mindenkit? Mindenkit. Csak a lányokat. Elszólt a magát. You're a beach in Havana. You're my Dolce and Gabbana. Szerintem nagyon jó ez a hely arra, hogy épp az egy kicsi, sokan vannak viszonylag, tehát rá vagyunk úgymond kényszerítve arra, hogy azért forogjunk, mozgolódjunk, ne csak mindenki lődörögjön egy sarokba, vagy egy helybe álljon. Hát kapunk köszönő leveleket, kapunk esküvői meghívókat, kapunk fényképeket, és szerintem ez mind magáért beszél. Mindenképpen jöjjenek el, mindenképpen próbálják ki. Nagyon jó hangulat, nagyon profi csapat szervezi az egészet, és finomakat lehet enni. És ha másért nem, legalább egy jó vacsoráért és nevetésért megéri.